Tavaly és tavaly előtt a Comic Con is megsínlette a Covid-járványt, azonban ebben az évben teljes valójában visszatért, ráadásul nem is akárhogyan. Lehetne itt beszélni meg annyi dologról. Gyűrűk Ura trailer, John Wick 4 trailer, Dungeons and Dragons trailer, továbbá a DC is tartogatott nekünk két Finchi előzetest, a Black Adam és a Shazam 2 által, de ami igazán nagyot durrantott, az egyértelműen a Marvel panel volt, amit ebben a videóban részletezek is. Nos, elsődlegesen mindent összefogóan szeretnék haladni, szóval mindazt láthattátok, a 4., 5. és 6. fázis összefogóan a The Multiverse Saga nevet kapta. Amennyiben egyértelműen Kang és annak variánsai fognak majd borsot törni a hőseink orra alá, ahogy azt első ízben megtapasztalhattuk a Lokiban is. Én a mondó vagyok, hogy haladjunk csak szépen időrendben, és próbálok minden fontosabbra kitérni. A 4. fázis már csak két alkotással kecsegtött nekünk. Az augusztus 17-én a Disney Plus-ra érkező She-Hulk, Attorney at Law és a Black Panther Wakanda Forever. Mindkettő kapott trailert, míg az előbbi már a másodikat, addig utóbbi egy teaser trailert. Na de az előbbi. Új dolgot nem tudhattunk meg róla, a sorozat egy sitcom műfajra hajozó alkotás lesz, amiben Jennifer Walters életét követhetjük figyelemmel, mind az igazságot szem előtt tartó ügyvédnő, mind pedig She-Hulk. Főszereplőnk áttöri majd a 4. falat, és a nézőkhöz is beszélni fog. Cselekményét jelenleg homály fedi, de majd meglátjuk augusztusban. Az előzetes alapján pedig most már biztos, hogy Daredevil is benne lesz, mégpedig Charlie Cox megformálásában, szóval szerintem csak emiatt várom a sorozatot. 2020-ban Chadwick Boseman halálát követően kérdésessé vált, hogy Fekete Párduc karakterét ki is fogja eljátszani. A válasz még nem tudott, az azonban igen, hogy Ryan Coogler az első filmhez hasonlóan ismét vászorra viszi a történetét Wakanda királyának és népének. Az ő szavaival élve olyan új helyekre megyünk Wakandában, amelyeket még nem láttunk. A színészgárda kiegészül majd a később spin-off sorozatot is kapó Dominic Thornnal, aki Riri Williams-t fogja alakítani. Továbbá Tenoch Huerta által játszott, a film főgonoszát kitevő Namorral ismerkedhetünk meg, ahogy feltehetőleg a film lényege is dekódolható. Wakanda és Atlantis közti párhuzam lesz megvalósítva. Minden esetre a teaser trailer eheképesztően szép volt, és méltó módon el is sírtam magam, annyi érzelem tódult fel bennem. Kevin Feige szinte ledobta a bombát, nemhogy az 5. fázis 12 elkövetkező alkotását tudatta a nagyérdeművel, hanem még egy aprócska felcsigázást is okozott a belebegtetett 6. fázis filmjeivel. De ne szaladjunk előre ennyivel, maradjunk csak szépen az 5. fázisnál. Időrendben az első, az Ant-Man and the Wasp, Quantumania. 2022. február 17-én kerül majd a mozikba. Scott Lang, Hope és Hank Pym mellett Scott lánya Cassie is szerepelni fog a hősök oldalán, akit majd Catherine Newton kelt életre. Antagonista részről a poszteren szereplő Kang és Modok is tiszteletét teszi majd. A rendezői székbe az eddigi két Ant-Man filmet is jegyző Peyton Reed ül majd. 2023 első Disney Plus-os Marvel sorozata a Secret Invasion lesz majd. Természetesen visszatér Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, bemutatkozik továbbá az MCU-n belül Emilia Clarke és Olivia Colman is. A történet érezhetően a Skrullok körül fog forogni, és ha hinni lehet Cobie Smuldersnek, akkor ez a történet egy igazi komoly thrillert rejt majd magában. Valljuk be, a Télkatonája óta nem volt olyan Marvel film, ami komoly volt egészen a végéig. Szóval várós lesz. 2023. május 5-e. A nap, melyet minden ember várni fog. Igen, ekkor fog jönni a Guardians of the Galaxy 3. része, amely a hírek szerint jobban fog fókuszálni Mordájra, mint eddig tette. James Gunn nyilatkozta, hogy ez lesz a csapat utolsó kalandja, ami nem jelenti automatikusan, hogy mind meghalnak, de jó kérdés, mi is lesz a történet fő mozgatórugója és a végkifejlet. Dave Bautista leköszönése borítékolható, hogy mellette még kik köszönnek le, majd meglátjuk. A James Gunn körüli macera, majd a Disney balfékeskedése majdnem elődözött véglegesen egy szinte tökéletes rendezőt, egy szinte tökéletes koncepció mellől. De szerencsénkre megszületett a 3. film, és feltehetőleg minden MCU rajongó nagyon várja. Will Poulter csatlakozik a színészgárdához, aki majd a 2. filmben belebegtetett Adam Warlockot fogja majd játszani. Hát én csak azt mondom, legyen már 2023. május 5-e.
A Hawkeye sorozatban megismert Maya Lopez kapott egy spin-off sorozatot. Amit tudni lehet, hoy akárcsak ott, úgy itt is majd Alakva Cox fogja alakítani a címszereplőt, és nem mások fogják kiegészíteni, mint Charlie Cox Daredevilje és Vincent D'Onofrio Wilson Fiskie. Az első sorozat lesz a Disney Plus-on a Marvel részéről, amely megkapja a második évadot. Loki és Sylvia korábbinál feltehetőleg hamarabb fog visszatérni, mint azt előzetesen mondták, a premier 2023 nyarán lesz. A történet valószínűleg ott veszi fel a fonalat, ahol az első évad végén befejeződött, szóval Kang lesz az antagonista. 2023 nyara igencsak túlfűtött lesz majd, sorozatügyileg. The Marvels néven érkezik a Marvel kapitány második filmje, amelyben nem csak Brie Larson és Samuel L. Jackson fog visszatérni, hanem a WandaVision-ben debütáló Monica Rambeau és a frissen MCU-s sorozatot kapó Mrs. Marvel. Előbbit Tayona Paris, utóbbit pedig Iman Vellani fogja majd alakítani. A rendezői székbe a feltörekvő, harmadik nagy játékfilmjére készülő Nia DaCosta ülhet majd. DaCosta a 2021-es Kampókéz reboot alkalmával már dolgozott Tayona Paris-szel, szóval nem lesz idegen számukra egymás társasága. Premier 2023. július 28. A sokáig homályban tartott Blade is végre kapott premier dátumot, 2023. november 3-a. Mahershala Ali lesz a főszereplő, a történet morzsa ügyileg sem ismert, csupán egy pletyka röppent fel, hogy Anthony Starr alakíthatja majd Draculát. Ha ez valóban nem csak pletyka lenne, hanem meg is valósulna, akkor fellépne a harmadik helyre az ötödik fázisban lévő művekben, amit igazán várok. A rendező Bassam Tarik lesz. A Black Panther Wakanda Forever-ben debütáló Dominic Thorne, mint Riri Williams, is kap egy önálló sorozatot. Egy 15 éves mérnök hallgató, aki az MIT kampuszáról ellopott anyagok felhasználásával feltalál egy új páncélruhát, és próbál majd Tony örökébe lépni. A WandaVision-ben megismert Agatha Harkness spin-off korábban az Agatha House of Harkness nevet viselte, változtattak rajta, és így lett Agatha Coven of Chaos. A címszereplőt itt is Catherine Hahn fogja majd játszani. Az ötödik fázisból, aminek a legjobban örülök, az a Daredevil Born Again, és nyugtassatok meg, hogy nem csak én gondolom így. A 18 részes negyedik évad címe utalhat az azonos nevű képregényre, és arra is, hogy visszatér Daredevil. Inkább az előbbi az erősebb, hisz Frank Miller Born Again képregénye Daredevil egyik legnagyobb alapműve. Szerencsénkre nem csak Charlie Cox tér vissza végérvényesen a karakteréhez, hanem Vincent D'Onofrio is. Wilson Fiskként elképesztően elmélyítette a játszott szerepét is, meg annyi örömöt, és vele együtt meg annyi félelmet is keltett a nézőkben. A rendező és a forgatókönyvírók is kérdésesek még, de én már elég boldog vagyok ettől is, hogy visszatér Daredevil karaktere. Sam Wilson miután megkapta Steve-től a pajzsot, kissé nehezen, de elfoglalta a méltó helyét, mint Amerika kapitány a Falcon and the Winter Soldier-ben. Thor után Amerika kapitány is megkaphatja a negyedik szólófilmjét, de már a sorozat fogadtatása is érdekesnek bizonyult. A rendezője Julius Ona lesz, akinek a The Cloverfield Paradoxt köszönhetjük. Forgatókönyvírók pedig Dallan Musson és Malcolm Spellman lesznek majd. A casting listán csak Anthony Mackie szerepel, de borítékolható Sebastian Stan is tiszteletét teszi majd. 2024. július 26-án érkező Thunderbolts film fogja zárni az ötödik fázist, tekinthetünk úgy erre a csapatra, mint a DC oldaláról az öngyilkos osztagra. Zemo, Punisher, Yelena, US Agent, csak pár név, pár karakter, akik szerepelhetnek majd a filmben. Egy biztos, másodiknak ezt várom a legjobban, a Daredevil Born Again után. Itt is volnának a bejelentett animációs MCU sorozatok. Megkapja a What If a második évadát, szerepelni fognak előreláthatólag a sorozatban Yondu, a fiatal Peter Parker, Ego, Shang-Chi, Valkyrie, Korg, Tony Stark, Wenwu, Odin, Red Guardian és még sokan mások. És ahogy Andrews nyilatkozta, folyamatosan bővítjük azt a határt, ami a multiverzumban lehetséges. X-Men 97. Az animációs sorozat új történeteket tár fel az eredeti sorozat ikonikus 90-es évekbeli idővonalán. Winterbaum a nosztalgikus sorozat örökségére és szeretetére reflektált, míg DeMaio azt nyilatkozta. Ez a műsor tanított meg arra, hogy az legyek, aki vagyok, mondta DeMaio. Jóban, rosszban az X-Men időtlen, és a világnak még mindig sokat kell tanulnia tőlük.
Spider-Man Freshman Year. Peter pókemberi válását és az első éveit fogja bemutatni a gimnáziumban. Jeff Tramiel nyilatkozta, hogy Norman Osborn mentorként fog szerepelni Peter életében, továbbá Charlie Cox is hangját adja a sorozathoz, szóval borítékolható Daredevil felbukkanása is. Marvel Zombies. Nem riadunk vissza azoktól a dolgoktól, amelyek nagyját tették a képregényt, mondta Winterbaum a közönségnek, hozzátéve, hogy a gór nagy része lesz annak, ami történni fog. Ha eddig kérdés volt a korhatárbesorolás, akkor mára már hivatalossá vált, 18 karikás lesz. A hatodik fázisban két bosszúállók film is lesz, továbbá egy fantasztikus négyes film, amiből jelen helyzetben semmit sem tudunk. Kevin Feige nyilatkozata szerint most már a fázisok nem jelentenek akkora volument, a saga összessége lesz a fontos és nem a fázisok. Amint láthatjátok, van 8 darab dátum, melyhez nincsen film vagy sorozat cím. Nos, valószínűleg a szeptember 9 és 11 között megtartandó D23 Expo fog lehullani a lepel néhány címről, de azért én összegyűjtöttem párat. X-Men film, Young Avengers, Hawkeye második évad, Örökkévalók 2, Thor 5, Deadpool 3, Spider-Man 4, Mrs. Marvel második évad, Shang-Chi 2, Armor Wars és a Doctor Strange 3, ugyanakkor a meglévő Nova és Wonder Man ötleteken túl bedobtak a közösbe egy konkrétan Wakandára fókuszáló alkotást is. Hát mit ne mondjak, lesz itt dögivel film és sorozat az elkövetkező 3 évben.